kevesebbet, hogy itt milyen volt a bemelegítés, milyen a hangulat. Ferling Bernadettet kérdezem mellettem, aki segít majd a mérkőzés kommentálásában, hogy mit láttál itt a játékosokon, mert nagyon nézted a két csapat. Ilyen őrületes hangulat azért nagyon ritkán van, mint most itt az arénában, úgyhogy fantasztikus élmény. Nem nagyon láttam feszültséget egyik oldalon sem, tehát nagyon jó hangulat. Akiről azért szintén kisebb sérüléssel a bajlódás híre jött a Bajnokok Ligája egyeddöntő kapcsán, de hát... De azért ugye Christiansen általában a kezdőben volt, Bratzett pedig szinte minden alkalommal, most egyik dologat, hogy tudjanak majd nyugodt szívvel cserélgetni. Bölköpat összevetésében, csak hát pontszámban máshogy. Nek ellenére természetesen Kluivert dobhatja a büntetőjét, és be is dobja a kapuba Kluivert Katrin. Lövőbe, csak hát Enze Mikó még nem volt ott a helyén, de Paula most kapja is, menetrendszerűen tovább húzza. A győri egyenlítés is megvan. Sapcsán Nadi. Szabadobást onnan kell elvégezni. Lekics közelebb ment és bedobta. Andrea Lekics második gólját láthattuk, tehát rá kellett így jönnie, hogy Oftadát korábban kivonták a játékból. Eljut a másik szélre is a labda, és ezt... A bíró vele szemben, és Grasz maga biztosan bedobja a Vipers elleni továbbjutásnak az egyik születét. Mondtak. Mondjuk még csak a hetedik perc. Mert az igazán az ő játéka, és azért most arra szüksége lenne a Fradinak. Rű. Bölköt megvert egy az egyben. Most nagyon szépen kilőtte a hosszú sarkot. A Vipers elleni továbbjutásnak alapvetően gól. Ez itt többet játszik, és talán nagyobb is a főre a jobb játék. Kluivert lövését védte Solberg, az ellentámadás végén pedig Lekics elhagyja a labdát, és ebből sprintelhet ki megint a Győr. Christiansen ezt az ittszert nem hibázza el, pillanatok alatt hármat tesz közé. Aztnak, hogyha ilyen labdákat úgymond ajándékba kapnak az ellenféltől, akkor azt pedig kegyetlenül kihasználják, ahogy látjuk is, tehát akkor nem fognak finomkodni. Burke, hát jó három szektornyi szurkolósereg. Szerintem vannak 500-an is, akik elkísérték. Most éppen ők örülnek a ligájában, a legutóbbi két mérkőzésen is így védte a többet. Most éppen nem tudott védeni. Nincs elnézést is kér, mert azért ezt fejre húzta ezt a lövést. Harmadjára viszont Győri Lukács éri a párbajt a túloldalon. A labdát nem igazán kapott. Tönt a játékvezetők keze, két átadás még, így viszont semmi nem. Oftadál Rű nem lövi el, hanem passzolná vissza a norvéghoz oda középre. Kluivert halászott labdát, ebből pedig egy indítás Martonnak. És a Bödebíró Blankától a gólpassz. Oftadál, és van védés is Bödebíró. Túl pontos lövéséből alakult ki. De Paulánál a belemenés. Szélsége futás Márton Grétától, elvitt egy embert Lekics elől, aki tud is lőni, és a hosszú alsót lövi ki. Rű, Oftadál. Kiosztja a szélre, sokan voltak előtte, egy ejtés. Győri Lukács Viktória második gólja. Olyan szorosan egymás mellett és olyan pontosan védekeznek, hogy inkább az átlövések most ebben a szakaszban az eredményesebb lenne. A túloldalt pedig már Bödebíró Blanka örül egy. Egyszer. 15. percben Grossz a második büntetőt bedobja. Itt azért most jóval kevesebbet gondolkodik. Egyébként mit szeretne, hiszen Győri Lukács Viktorének ez már négy helyzete is volt ott, és még csak a 15. percben járunk. Simon löknek rajta egyet, Lekicsnek majdnem magas, de még onnan is bedobja. Jobb oldalról jobb. De Paula. Simont megverte cselekkel, de továbbadta még a labdát, és így lett jó igazán Veronika Christiansennek. Kluivert Lekics nagy lendülettel ott hagyják, Kluivertnek is bedobja, pedig erre számított Solberg, ment is a rövid felső felé, viszont olyan erős volt. De Paula. Enze Minkó. Ugyanarról az oldalról, ahonnan percekkel korábban De Paula a cseleket csinálta, meg ő első, ugye egy átadás maradt innen, de arra nem lesz szükség. Andrea Lekics ötödik gólja. Messzebb a kaputól a Győr, és ott középen már a zára. A két oldalon azért nagyon
jó védekezéseket láthatunk. Hát a Győr, Győri Lukács egyedül oldja meg, de nem pontosan a befejezés. Lekic, Kluiber. Ellövi. Lövő helyzetnek is tűnt, Enzeminko kiosztja a szélre, Szőlősi Sapföl, de Oszi felsőbe. Lekic kapott pihenőt, simán ütközik Rüvel. Kluiber. Lekic, Kluiber kikült egészen az oldalvonalhoz, hogy aztán ne passzoljon, hanem lőjön. Abban az értelemben elég változatosan. De ezekből mindből gól születik, úgyhogy picit el is bizonytalanodtak, hogy most akkor mi legyen. Vannak ez irányú próbálkozások, de ha megnézzük, akkor a győri szélső védők nagyon tervő, hogy ember előnyben a Fradinak. Sőt, Rű ott hagyja és visszateszi a lehetőséget. Megint a játékvezető keze passzívon, Bölk egyedül megoldaná. Sandra Toffi. Óriási hangulat. Rű mellé dobja. Lekic kísérte volna őt, Győri Lukács. Olya is. Oktadán. És most vele szemben. Rű van szélsőbefutás balról. Rű egyedül oldalá meg, és ha úgy tetszik, félig meg is. Találkozó 28. gólja. A legrossz nagyon biztosan a hatos elől. Kluiber elvitte Brácet mellett, de Brácet keze még valahogy odaért. Oktadál viszont így, hogy fönnmaradt elől, így előnyt szerezhetett. Rü pedig ellövi. És Anagrosz ismételten és negyedjére is bedobja a labdát a büntetőből. Talán inkább Simon. Málesztein nem tudta megfogni azt a labdát. Másfél perc még, vagy már annyi sem az első fél időből. Rű érkezik, Enzeminko, de már ez így nem volt jó tőle. Rű pedig nem látta a labdát. Hársvalvi átejti, beejti. Ez az elmúlt 40 másodperc, ami a pályán. Ez a híres barátság ellépik. Simon. Málesztein, most övé a labda és övé a gól. Nagyon éles. Vagy a Fradi, hogy leszakadjon a Győr, vagy nagyobb előnyre tegyen szert. Enzeminko, hosszú oldalba, még annak ellenére is, hogy alapvetően. Nem nagyon van idő óvatoskodni. Szerintem egyre jobban frusztrálja őket az, hogy nem tudják a Fradit leszakítani magukról, azért ez nagy. Márton elindul a szélről. Rácsel zárt rá vissza, Simon pedig egy átlövéssel. Ennek rossz, nincsen lövőhelyzete az Etónak. Oftedától úgy pattintva Christian Hansenhez. Megint befut, Lekistől vissza Simonhoz. Kluiber, a szélső védő, valamint Christian Hansen közül. Ferencváros itt a második védő elején, egészen addig, amíg a... Simon, megint egy átlövés tőle, ezt most már blokkolják. Oftedál, Stina Oftedál. Érkezik a Nagrosz, belemenés a Ferencváros. Simon, Rácet rángatja meg. Kluiber még úgy is kapora tudta tenni. Ez a győri védelem, és nagyon jó mozognak labda nélkül, és rengeteget mozognak támadásban. Málesztein váltott a gólra, újra előny a Ferencvárosnál. És ugye nagyon-nagyon érdekes, most már hiányzó a vendégek oldalán, és aztán kijönnek egy ilyen második félidő elejével. Oftedál, ő pedig egy ilyen szólóval most Edvis mellett. 18-18 az állásra, mint az mondja, de a szélre Málesztein megnézte még a vonalat is, és a hosszú sarkot. A Győr azért gondolhatta azt előzetesen, hogy így hoppá, könnyebb dolguk lesz, de már így történik egyelőre. Egy labdaszerzés Kluibertől, Málesztein viheti végig az akciót. Nem vitte végig, de nincs is vége az akciónak, hiszen marad a Ferencvárosnál a labda. Itt van Kluiber, Szerton Gréta Lekicsel nem tud váltani. Lekicset Oktadál tolta ki, legalábbis őrizte, Kluiber pedig a kapufa külső. Szerencséje volt most, hogy jönnek, mert Szendratok nem volt ott. Rossz nem lövi el, Oktadálnak teszi tovább, aki két ember között szalomozva is megoldja. Ezt így szokta csinálni, hogy akkor néhány volt.
Nincsen belemenés, Málesztény folytathatja, és ezúttal a hosszú felsőt választotta. Ott a második félidőt kettővel nyeri a Ferencvár. Oktadár továbbra is érzi szinte külön Lekicset. Ennek ellenére a szer megkapja a labdát, és tud lőni is. Ott pedig tudott védeni. Oktadár viszi, most állt össze a ferencvárosi védekezés. Szőlős is a felesz, viszont bedobja. A gólya után nagyot kiáltott, mert... Simon. Egyes és kettes között a betörés, ezúttal nem az tőle tájidegen átlövésből, hanem a betörésből szerzi a gólját. De egyből ott a válasz. Nincsen Győri labdaszerzés, Kluiber. Passzív jelzésnél már a ferencvárosi akció. Kluiber lövi el! Toftolt a kapufára. Az első félhelyzet, amit kényszerből megoldott, ez most annál veszélyes. Simon Mártonhoz tovább, Simon Kisfaludi, van beálló gólja a Fradinak. Előtlenül lövéseket és helyzet, félhelyzeteket, hogy aztán... Marad a Fradinál. Lekics. Lekics kapu mellé. Előre. Magas, erős védők között. Lábbal most ritmus váltott az Eto, hogy valahogy kompenzálja az ember hátrányt, és ezt... Akkor tud majd egy nagyobb előnyt a Győr kialakítani, de egyelőre borzasztó nehéz helyzetben vannak. Gross! A rákövését átvitte, majdnem teljesen a bal oldalra. Lekics közelebb viszi, ő is kilövi nagy erővel a hosszú felsőt. Igen, hát most őt ugye nem tudja. Gross! Oftedál. Rossz megint ugyanoda viszi, de ott hagyja ezt ellenze Minkónak. Oftedál meglátta, hogy üres előtt a folyosó, és gyönyörűen áthelyti Jauri Kingát. Simon. Kluiber. Leüti, tovább viszi, bedobja. Újra egyenlő. Teljesen másról tudnánk beszélni, de hát egyelőre még azt se tudjuk, hogy épp melyik percben melyik csapat vezet, mert itt 3 percen. Rajtuk múlik, és kicsebb csodának kellene történnie, hogy ősöbb egy nagyon jó játékkal kéne előrukkolni, és hát egyelőre ez nem az. Ferencvárosi labdaszerzés, Kluiber végigvitte, Komori jóból tábol is. Vezeminkó beközépre, Brácát körül ketten, hárman, négyen. 20 percük van még a csapatoknak. Gross! Az első fél időben csak büntető. Innentől passzív jelzésnél támad a Ferencváros. Még 2 átadás. Kluiber viszont nem várja meg, eldövi. Gross. Győri Lukács a rövid felsőt választja. Hosszú idő után 2-vel vezet a Győri Eldöltő KC-t. Vámvaló volt, illetve látszódott, hogy kinyílik az olló a két csapat között, ami a második fél időben dőlt el. Azt a Ferencváros jobbára kontrollálta, és ennek egy újabb arat, és úgy szerintem ehhez szoktak a szurkolók is, a játékosok is, és azért most nem csak a Fradi ellen, tehát azért láttunk itt Debrecen meccset is, vagy akár talán még Moson játszanak ma. Márton Gréta kapta a labdát, Bölk viszi közelebb, és az Enzeminkó sokat várt, el is lépte. Ellépte, bizony. Lekicshez vissza, Bölk átverekszi magát Krisztiánzenen, mellé dobja, de büntetőt kap. Málesztein a büntetővel, könyörtelen erővel, és aztán a ferencvárosi szektornak küldi ezt a gólt. 28-28. Akkor viszont nem, hogyha a Győr így tudja végigjátszani a figuráit. Ingat maradt, Szőlős is a... Bölk. Kicsit hosszú volt neki, erre csapott le Bruno de Paula. Málesztein. Lekics ellövi, Szolberg kivédi. Igen, már a védés. Kére védekezni. Oktadál a pattintott átadással, visszaadja Krisztiánzennek, ezt viszont Bölk szerzi meg. Kluiber, Márton, ő viszi végig, még odaütnek neki. Paula, Krisztiánzen, Oktadál,
Edvistől jobbra fordult, le a szélre. Ez jelenthet azért a Győrnek még itt a mérkőzés hajrájában. Igen, mert bátran próbálnak labdát szerezni. Az utolsó 2 percen belül vagyunk. Labda viszont eljut Mártonhoz, aki fejbe dobja Solberget, ez 2 perc lesz. Bármi is történik itt a bajnokság hátralevő részében, és ebbe a maradék 1 perc 20 másodperc is beletartozik, egymás ellen eredményt tekint. Müller nem lövi el, sokan voltak előtte, most lövi el és bedobja. 31-30. Megalakítani. Több elvárásuk már nincs ezzel a meccsel kapcsolatban. 7 másodperc még hátra, lesz ebből lövés, Rü, ő bedobja. Az egyik csapat annak, hogy megveri a másikat. Talán a kommunikációja, mert hogy ezzel az eredmény...